Vásznú magyarul beszélő tőzsdeblokk a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Budapesti Értéktőzsde ZRT. Keresd a hazait, keresd a hazaival. Uzsár József, a KBC Equitas elemzője a telefonunk túlsó végén. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat! Mintha nekilendültek volna a közepes és a kisebb papírok is a Budapesti Értéktőzsdén, úgyhogy egyre több lába nő ennek a bizonyos budapesti bikának. András nagy kedvence például. Igen, nem akartam ezzel. Hát azért vettem át a szót, ugye, hogy ne a sajátoddal. Hozzátesszük, hogy a műsorvezetők rendelkeznek hány biztonsági nyomda. Te is? Papírok, persze. Hát itt súnyog van, hát rá. Majdom azóta csak. Engem követsz, mint Warren Buffettet. Igen. Szóval a nyomda, a cég meg a Masterplast, amiről szeretnénk beszélni, ugye az előbbi kettő már egészen jó muzsikál és beindultak, és egy ilyen rejtett lehetséges favoritként, ha favorit, majd elmondod, a Masterplastról is beszélhetnénk. Csak kezdjük talán a nyomdával. Igen, hát a nyomda azért elég szépen jött fel így a nyári időszaktól kezdve, és hát emögött igazából az a sztori, hogy egész jól alakulhat az év, és mivel egy osztalékfizető papírról van szó, ezért hát ugye arra figyelnek a befektetők, hogy alakul a véges, az adózott eredmény. Igazából mi azt várjuk, hogy gyakorlatilag ilyen 85 forint részvényenkénti osztalékot is kifizetett majd a cég az idei, vagyis a 2016-os év után, és hogyha ugye számolunk egy osztalékhozamot, akkor az még a tegnapi záróárral is egy 7% fölötti értéket jelent, és hát ez az, ami vonzóvá teszi a nyomda részvényét. Aha, ez nagyon betyár, ugye, és ő évről évre az eredményének a 90%-át kihoztja mindig osztaléknak. Hát igen, és volt már arra is. Nem? Hát mit csináljanak azzal a pénzelők? Már amit lehetett, modernizáltak, amit lehetett, amerre lehetett, terjeszkedtek. Tipikus osztalékpapírról van szó. Hát így van, ugye még így az exportpiacokon próbálnak megnövekedni, és így az elmúlt időszakban az is elég szépen teljesített, de ahogy mondtad, az elmúlt években nem csak hogy 90, de volt olyan év, amikor több mint 100%-ot is ki tudtak fizetni ugye az eredménytartalék terhére is, és hogyha ebben nem történik változás, akkor ugye mi lehet egy... Vannak kockázatok egyébként a nyomdában? Hát persze, minden részvényben vannak azért a nyomdában is kockázatok. Hát ugye, hogyha esetleg nem nyerné el azokat a tendereket, amit minden évben, vagy ismétlődően évenként megnyer, különböző állami leszállításokat, akkor az ugye egy kockázat, illetve még az, hogyha esetleg úgy dönt a cég, hogy tovább terjeszkedik mondjuk felvásárlásokkal, akkor az is lehet egy olyan, hogy akkor nem fizetne osztalékot, és mondjuk olyan céget tesz meg, ami nem úgy teljesít, akkor ez is egy kockázat. De az elmúlt évekből kiindulva azért a cég az meglehetősen konzervatív, és odafigyel arra, hogy olyan beruházásokat csináljon, ami értéket teremt a részvényesek számára is. Arra lennék kíváncsi, hogy ilyenkor miért nem lesz például egy részvény 1500 vagy 2000 forint, hiszen az osztalékhozam alapján ott van 4% maradna még mindig a piaci felett, mondjuk a 2000-ből vegyünk le 20% diszkontot az említett kockázatokra, mondjuk 1006. Hát igen, bár azt is hozzá kell tenni, hogy a nyomda részvénye azért nem olyan likvid, mint mondjuk a nagy papírok, és tehát egy likviditási diszkontot is bele kell kalkulálni a nyomdában is, illetve akinek van, az pedig hát tartja, mivel ugye az osztalék miatt vásárolta meg. Világos. Azt mondom, hogy a likviditás az, ami miatt ez nem ugrik el egyik percre a másikra olyan magasságokba. Oké, nézzük a cikkbanóniát, aki ugye gyakorlatilag, ha nem számítjuk az Opimuszt a tavalyi évben, ami ugye egy rendkívüli és egy kivételes történet, ugye gyakorlatilag a sírjából támadt föl, akkor azt hiszem a második legjobban teljesítő papír volt, és azóta, hogy megvette az MKB biztosítóit, csak rátronfol és erősíti a tempóját. Mik a kilátások itt, mehet-e még? Hát igen, ugye a cég a
tavalyi évben, ahogy nézem, több mint 50%-ot emelkedett így az éves, az év során, és hát főleg az ősszel indult el az árfolyam, és hát itt igen az MKB biztosítók felvásárlása, mert korábban még az arról érkező hírek fűtötték az emelkedést véleményem szerint, és hát emögött pedig az áll, hogy azért a céghez képest ez a két MKB biztosítója az élet, illetve az általános biztosítót is megvásárolta a cég. A cég méreteihez képest ezek elég nagy biztosítók voltak, például az általános biztosító az nagyobb volt, mint maga a cég hasonló üzlete, és hát ez lehetett az, amit úgy gondoltak a befektetők, hogy egy jó sztori lehet. És hát most így a 220 körüli szintekről visszafordul, de hát ez is már olyan magasság, ami ahol legutoljára 2014-ben járt a papír. Úgyhogy majd kiderül, hogy mit hoz a 2017-es év a cég számára. Na, és egy rejtett favorit, amennyiben favorit, nem tudjuk, majd elmondod nekünk, a Masterplast, és csak azért gondolkodunk benne, ugye, mert léptennyomon azt hallani, sőt, meg is tapasztalni, hogy az ingatlan piac az gyönyörűen dübörög idehaza, építőipari tevékenységgel foglalkozik. Mennyiben lehet a 2017-es év mondjuk a Masterplast, aminek az árfolyama egy picit beragadt, betokosodott itt az 500 forint környékén, érdemes-e vele foglalkozni, vagy árnyaltabb a kép, hiszen külpiacokon is tevékenykedik, ahol mondjuk nem biztos, hogy ilyen rózsás a helyzet. Hát szerintem érdemes vele foglalkozni, pontosan azért, mert a magyar piac nagyjából a harmadát adja az árbevételnek, és itt valóban már beindult a lakásépítési boom, de azt is tudni kell, hogy a Masterplast legnagyobb termékeinek nagy része az az építési fázisnak a későbbi részében épülnek be, tehát a különböző szigetelő anyagok vagy tetőfóliák, ezeket majd csak később használják fel ezeknél az építkezéseknél. Tehát ez lehet egy olyan adalék, egy olyan katalizátor, ami majd az eredményekben is meglátszik, és ezek után pedig ez tovább gyűrűzhet majd az árfolyamban is. Persze az sem mindegy, hogy a külpiacokon hogy teljesít a cég. A tavalyi évben az exportpiacok, amik korábban nagy növekedést mutattak, egy kicsit visszaestek, de ez annak is volt köszönhető, hogy Szabadkán elindult egy új gyáruk, és ott átállnak a saját gyártásra, és hogyha ezt fel tudják pörgetni, akkor az idei évben ez az exportpiac is újra nagy növekedést mutathat, és akkor talán már beindulhat majd az árfolyam is. Persze ehhez is hozzá kell tenni, hogy a Masterplast még az említett két cégnél is sokkal kevésbé likvid, tehát itt nem nagyon mozgolódnak a befektetők, nagyon alacsony a forgalom. És csak apró tételeket lehet gyűjtögetni. Igen, ami az árfolyam emelkedést is akadályozhatja. Világos. Ilyen formában. Jó, hát meglátjuk akkor, mit hoz a kisebbeknek az idei év. Köszönjük szépen ezt a kis körképet, és jó munkát, szép napot kívánunk neked mára. Köszönöm nektek. Szervusz. Is, sziasztok. Puzsár Józseffel, a KBC Equitas elemzőjével beszélgettünk. Használd ki a hazai piac adta lehetőségeket. Kereskedj itthoni blue chipekkel, vagy akár a kisebb kapitalizációjú cégek részvényeivel. A robot támogatója a Budapesti Értéktőzsde ZRT, mert semmi sem jobb, mint a hazai.